A tantárgyhálót most már 21. alkalommal hirdetjük meg. Általános iskolás, felsőtagozatos és középiskolás tanulók pályázhatnak rá. Egy háromfordulós versenyről van szó. Az első fordulóban ötlettervet készítenek egy megadott témáról, és annak kutatásáról, a kutatási tervezetéről, majd a második fordulóban megvalósítják a kutatást, és most a döntőn pedig megvédik a kutatásukat.